Sziasztok, Benni vagyok, és most segítséget fordulok hozzátok minden kedves nézőnek és feliratkozónak, és aki eddig követett. Ugye tudjátok, hogy szóval van most IBN egy kis gondom, nem is olyan kicsi, óriási nagy, legalábbis számomra. Rendeltem ugye LED lámpákat, rendeltem hozzá töltőt, ezek meg is jöttek, és rendeltem akkumulátort is. Nem volt olyan olcsó, 10.000 forint volt, és maga lakszik, és nem jöttek meg, illetve még a határidő lejárta előtt én szóltam, mert már lassan lejárt a szállítási határidő, és szóltam a boltosnak, hogy most akkor meg fog-e jönni a termék, vagy sem. De ugye visszaírta, hogy hát nagyon sajnálja, de nem fog megjönni, mert egy új nemzetközi szabály van a lítium akkumulátorokat illetően, miszerint nem tudom, valami miatt nem tudják szállítani légi postával. És oké, és akkor mondta, hogy visszatéríti az árát. Persze így is bukok, mert a tranzakció meg valutaváltást, tudjátok, a bankok ugye levonnak mindent. Ez mindegy. És akkor ez még 21-én, meg is történt 21-én. Január. Milyen hónap van? Január, te jó ég. Igen, január 21-én ez megtörtént. Láttam, hogy visszaérkezett a PayPalomra az összeg, és akkor rányomtam arra a gombra, hogy oké, elfogadom, és hogy elfogadom, hogy az eladó vissza akarja vonni a tranzakciót. És akkor itt jött a gond, mert most 23-án nézem a PayPalomat, biztos, ami biztos, megnézem, hogy rajta van a pénzösszeg, és nincs rajta. És nézem az éket, tranzakciókat, és látom, hogy 21-én rákerült 10.000 forint, és aznap le is került róla, tehát visszavonta, vagy én nem tudom. És én meg eBay-en már rányomtam arra, hogy elfogadtam a tranzakció visszavonását. És most írtam neki egy levelet, hogy remélem, hogy ez valami félreértés, mert most itt vagyok akkumulátor nélkül, pénz nélkül megkopasztva, és jó lenne, hogyha baromi gyorsan írna, tehát most nem tudom, mi van. Én nem sokat vásároltam eBay-en. Facebookra is kértem, hát hogyha valaki tud segíteni, de ha nekem elveszik ez a 10.000 forint, akkor jó nagy szarban vagyok, rohadtul nagy szarban. Hát nagyon remélem, hogy vissza fog írni, mert én addig nem tudok aludni. Tehát nem jött meg az már eleve az, hogy nem jött meg az akkumulátor, és nem szólt, hogy nem fog megjönni, nem is volt a leírásban, lehet, hogy közben vezették be a jogszabályt rendben, tehát nagyon hülyén áll a hajam, és nagyon sajnálom, ezt a videót össze kell dobnom, muszáj. Tehát nem is írt, hogy később fog megjönni, vagy hogy nem fog megjönni, nem is írt, hanem én kerestem fel, és én írtam rá, hogy meg fog jönni, és akkor mondta, hogy nem. Tehát én a vásárló. Tehát ő nem kommunikál. Jó. Jó, rendben. Rendben. De most mi lehet ez, hogy megjött 21-én a pénz, a visszatérítés, és utána eltűnt. Még aznap. És én ezt csak most veszem észre 23-án, mikor ellenőrzöm, hogy biztos megvan az a pénzösszeg. Mi lehet ez? Most így visszavonta? Lehet ilyet csinálni, és akkor én itt vagyok, és rányomtam az IBM, hogy igen, visszatérítették, és szevasz, meg vagyok lopva. Tehát mit tudok ilyenkor csinálni? Jó, oké, fölvettem vele a kapcsolatot, illetve próbálom fölvenni, remélem félreértés rám ír, de ha nem, akkor mi van? Akkor megkapasztott a 10.000-től az a kínai fószer. Ez nagyon rossz, tehetetlen vagyok, nem tudok mit csinálni. Légy szíves, írjatok, ha volt már ilyen, vagy valamit tudtok erről az eBay-ről is. Tudtok ebbe segíteni. Én nem tudok videózni, hogyha elveszítem azt a 10.000-et. Mert most próbálok számítógépbe fektetni, és lényegtelen, de ez keresztbe töri az egészet. Úgyhogy légy szíves, ha valaki tud valamit, akkor segítsen, mert nagy a baj, legalábbis nálam. Tudom, hogy titeket ez nem érint, meg minden, de ha
van köztetek segítő szándékú ember, aki tud valamit akkor erről, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogyha valamit írtok, vagy segítetek, szóval igen. Úgyhogy jók lehetek, léci, írjatok, sziasztok!